A mai epizódban megbeszéljük, hogy a Koehár milyen újfajta protokollokat dolgozott ki a tanulmányok ismertetéséhez, illetve vetőcsövünket Ausztráliára fordítottuk nemrég, úgyhogy ők is változtattak az álláspontjukon, ezt fogjuk ismertetni. De lesz szó arról, hogy miért savanyú a likvid, illetve miért mondunk hello a nokia -nak. Fedélzetre felvitt podgyászban gazdag szép estét kívánok. Szevasz! Gurulós és hátizsákos szép napot! Szia, Charlie! Most, hogy végül megszültük ma, hogy hány bőröndel kell menni. Na. Nehéz szülés volt. De megvan. De meglett. Még nem kaptam mindig ö, vizét, pozét, ö, értesítést. N ne aggódjál én se. Na, mi történt veled? Addig összeszedem a gondolataimat. Mi történt velem? Mi történt velem? Hát ö, egyrészt ö, azt nem tudom, mondtam-e, hogy Vett, lehet, hogy neked mondtam. Nem biztos, hogy adásban mondtam. Vettem három darab uh, P.D.-et És attól megszűnik a pattogás a hangodon? Pálm. Pálm. Mindegy. A történelem... három Blackberry-t. A történelem... Az már van mindenféle. A történelem egy kis darabját. De ezek olyan pédiák Charlie, hogy álvány, rozsdamentes acélálvány, töltődok. életükben nem voltak használva, ezek ilyen kiállítási darabok voltak valamikor, és ez már színes, de nem háttérvilágításos. Na, földugtam töltőre, öcsém, így kinyílt konkrétan, érted? Tehát, hogy olyat púposodott benne az akkumulátor, hogy megőrülsz, megbolondulsz, Viszont képzeldem, még a neten Magyarországról lehet belekapni. Itt van a zacskó. Igen, az azután gyártott aksi. Igen, 870 millió per, talán. De kivettem mindegyikből az akkumulátort, hogy <síl> meg rá akartam fűzni, hogy figyelj már, egy, egy jó elf, bár többet tud már, mint ez a szar. <laughs> Kivettem mindegyikből az akkumulátort, mert nem akartam úgy járni vele, hogy fölrobbanjon. És 5MX, azaz kobra, azaz. Látod, vannak még emberek, akik tudják, hogy mi a stájsz. És egy kicsit megnyomkodtam, tehát ilyen over-nosztalgia faktor egyébként, ott határidő, napló, levelezés. Infraporton tudsz fájt küldeni, meg valamilyen ős Nokia telefonnal még össze is lehet kapcsolni, és akkor tudsz modemként használni a Nokiát, tehát ilyen ú, nagyon ez egy easy story. Meg majd töltök le rá a szoftvereket, meg így tényleg ilyen nosztalgia faktor, semmi más. De így ezerre ez kell világítani szemből, Tóth, hogy lásd, hogy mi van a kijelzőn, mert egyébként elég botrányos a, a képe. Na mindegy, ez volt az egyik. A másik, hogy hát Attilát, ugye hol, holnap megyünk Pestre föl Na, a céghez. Most onboardingolod. Így, ma, így, ahogy mondod, így, ahogy mondod és hát nyilván még Svájcban leszünk, nem nálunk lesz, de hogy hát egy ilyen két-három hetet itt fog mellettem eltölteni, amíg, amíg betanítom, meg bevezetem a labor rejtelmeibe, aztán majd látjuk, hogy mennyire lesz önnáló. Úgyhogy velem ezek történtek beugrott erről a palmadról, hogy én még megboldogult fiatalomban használtam olyat, hogy pszájon, az neked megvan. Oh, olyan, olyan, nincs olyanom, de a kollégám elhagyott egyet Bécsbe, így föltett a kocsitetére, azt hazajöttünk. És az a, az öt voltod, aminek már színes volt a kijelzője, meg az, az egy az egy ilyen moduláris over. valami volt, amire tudtál nyomtatót, tudtál anyámkinyát, mindent rá tudtál szúrni. És annak olyan memória modulja volt, hogy mint a két ujjad, olyan széles volt, és azt kellett belecsúsztatni, és akkor azon volt a program, amit valaki megír. volt. Pff, ahhoz érteni kellett, apám. Tehát az, az, tehát ha valaki, tehát hogy tegyük képbe a hallgatókat, tehát, hogy abban az időben a kezd, kezd kialakulni az a vállalkozói réteg, amelyik már pénzt is tud keresni, vagy csinálni. Mert ugye akkor nem keresték a pénzt, hanem csinálták. Ez az az időszak volt, amikor még a telefon az akkora volt, mint egy diplomatatáska. És még, ha jól emlékszem, abban a, a tehát az a téglafón időszak, így van, a, és semmi más nem tudtak a telefonok, csak te, idézőjelben csak telefonálni, úgyhogy bárhonnan tudta telefonálni, és még akkor is fizettél, ha, ha téged hívtak. Igen. <laughs> Igen. És hogy akkor mekkora zsír volt ez a. a, a milyen hit, volt, volt egy külön ilyen kategória ezekre a a digitális határidőnapló, meg kalkulátor, meg a jó Isten tudja, miket tudtak ezek. De hogy akkor szájon volt a, mindennek a tetején. Baromi drága volt, tehát az akkori pénzek, 100 forint fölött volt a áruk, és akkor 10 forint az jó pénznek számított. Tehát, hogy na. De emlékszem, volt, Jaj, még, na, volt még csipogóm, tehát engem meg lehetett csipogtatni, és nem robbantam föl, mint volt. mostanában Gáza környékén. Mindenki hívott egyébként a, ezzel a csipogós botrányjal kapcsolatban, mert hogy a környékben nekem volt csipogóm, mert hogy a, az X magazinban hirdetett az a cég, aki akkor Magyarországon a csipogókat forgalmazta. És ezért nekünk ingyen volt csipogónk. És erre baromira emlékszem, hogy vezetékesről megcsörgetted, és akkor be kellett mondani, hogy mit, mit üzensz. Itt melyik számot hívjad vissza. Várjál, ja, volt valami... olyan, amelyiket csak egy számot lehetett, az enyém már annyira pró volt, hogy arra szöveget is lehetett üzenni. Csak nem üzentek olyat, Azt... amiben csúnya szavak voltak. Ezzel mindig játszottuk a haverokkal, <laughs> és emlékszem 1500 forint volt a havidíja ennek, hogy tudjak fogadni SMS-t, hogy hívja vissza te paraszt. Óriási. Nagyon. És mi, milyen menő volt, hogy így, így ránézt így az oldaladról a csipogóra, és tudtad, hogy kit kell visszahívni. Hát, na, ezeknek vége. Na, de veled mi történt? Mm. Mondanám, hogy sok minden, de hazudnék. Voltam felfrissíteni a ruhatáramat, készülvén az útra, elkértem a ellenőrzött ökológiai gazdálkodásból származó és előállított asszonynak a Kerion begjét, mert az parafa, parafa. vigyázzás Samsonite és parafa külseje, meg fogod csodálni, gyönyörűen néz ki egyébként. És egyébként más nagyon nem volt. De Uf, nekem mindig adás közben jönnek ezek a dolgok, és el ne felejtsem, hogy le kell mondani a Netflixet, mert le kell mondani a Netflixet. Az anyja úristen. Okay. De mikor ezt eldöntöttem, és végigmentem, hogy lemondom a Netflixet, és pörgetve, és az ez egy jó film. Ez is jó film. Ez is. Ó, mondom, jó, akkor gyorsan ledaráljuk, és utána lemondom. A picsába. Na. Hát körülbelül ennyi. Körülbelül ennyi. Úgyhogy én azt mondom, meg megvagyunk ezzel a blokkal, akkor célkeresztben az új protokollok. Miót hoztál? Kérlek szépen, új Koehár protokoll. Aki nem tudja, hogy mi az a Koehár, azt mindjárt képbe, irányba állítjuk arccal előre. Ugye a Koehár ez egy ö, kiválósági központ az ártalom csökkentés gyorsításáért ernyőszervezetnek is hívhatnánk igazából. És hát ilyen gyönge tudományos, nem tudom én, kik vannak abban? Hát, ilyen jelentéktelen senkik, mint például a polóza, forrózem. <laughs> <laughs> Olaszok egyébként, olasz maga a szervezet. Szóval bemutattak egy új protokolt, amik Amik összefoglalják a rendelkezésre álló bizonyítékokat a vép eszközök használatával kapcsolatban, és a, a légúti ö, kitettséget is ö, gorcsú alá veszi. Az összes rendelkezésre álló bizonyítékot ö, figyelembe igyekeztek venni, nehéz, de igyekeztek figyelembe venni ami elektronikus nikotinbeviteli eszközök kapcsán felmerülhette vagy felmerülhetett, és fontos kiemelni, hogy nem ilyen, hogy patkányokkal lélegeztetünk 24 órán keresztül, meg az anyám kínja, hanem felnőttek általi használatnak a légzőszervi hatásait vizsgálja szokások alapján, és ezeket a hatásokat elemzi. A kohár kijelenti, hogy hogy az elektronikus nikotin beviteli eszközök és rendszerek mára sok dohányos és véper számára bevált és egy jó alternatívává váltak. Egyre több tanulmány és kutatás szerint ezek az eszközök a cigaretta füsthöz képest lényegesen alacsonyabb káros anyagot bocsátanak ki, és káros összetevőt tudnak magukénak ami ugye a kitettséget csökkenti a, a vegyületeknek. Ugyanakkor a felhasználóknak különbözőek a preferenciái, a fogyasztás, hogy mennyit fogyaszt, mit fogyaszt, és a többi, és a többi. Néhány ember, aki ezeket az alternatív nikotinbeviteli eszközöket használja, cigaret, cigarettát is szív, tehát kettős felhasználó, mások, akik korábban cigarettáztak, teljesen felszámolták ezt a szokásukat, és csak elektronikus eszközöket használnak, és vannak azok az emberek, akik soha nem szívtak cigarettát, de használnak valamilyen alternatív nikotin beviteli eszközt, ez pedig akár naív nikotin használatnak is hívhatnánk. A Coenhar-nak a kutatói megkérdőjelezték, hogy ezek a használati minták eltérő hatással lehetnek-e a felhasználók légúti egészségére, vagy egyáltalán nem. Tehát, hogy nem teszünk azért különbséget, mert valaki előtte cigarettázott, vagy mert valaki semmit nem szívott előtte, attól ugyanaz lesz a hatása az emberekre. És az adatoknak a minőségének a biztosítása érdekében a kutatócsoport szisztematikusan áttekintette, Körülbelül a 2019 után megjelent tanulmányokat négy adatbázisban és három irodalmi forrásban vizsgálták ezeket, és kialakítottak egy protokolt. Ezt ö, publikálták, és most közé is tették. A klinikusok számára részletes elemzést nyújt arról, hogy hogy a légzés fun funkciókat. Ö, hogyan befolyásolják a termékek, rámutat a legjobb bizonyítékok forrásaira, és mindenki számára elérhető formában 2024. decemberében teszik közzé eredményeiket, és dokumentálják a torzításokat is. Legyen az mondjuk a protokolloknak az eltéréséből adódó, mint ahogy ugye protokoll lehet az is, hogy hogy mérsz valamit, tehát hogy az ikea PPM mérőddel, vagy egy labor eszközzel méred, akkor nyilván teljesen más mérsz. Akkor vizsgálják és kiértékelik az Oxford katalogban való torzítást, és a belső adatok eltéréseit, és, és ennyi. Tehát várjuk 2024 decembert, aztán meglátjuk, hogy Polóza professzorék mit csináltak. Egyébként, ha a másik kettőt még meg akarjuk említeni, akkor Giuzirita Maria Laróza és ö, Rino Liri volt az, akik így hárman ezt összetették. Annyit, annyit fűznék hozzá az egészhez, hogy egyrészt iszonyatosan Hiányzik az e-cigarettával és az átalomcsökkentéssel kapcsolatos kutatásokból ez a fajta uh, súlyozottság. Nagyon sokszor látjuk azt, hogy uh, olyan e-cigarettásoknak az eredményeit uh, keverik be bizonyos uh, statisztikákba, akik kettős felhasználók, tehát igazán nem tud rajtuk uh, látni azt, hogy változott a tüdő funkciója, hogy könnyebb a légzése, és, és ha ezt így belekeverik a, a nagy levesbe, akkor azt tudják a végén mondani, hogy lám, lám, hiába szokott át az e-cigarettára, nem javult az egészségi állapota. Szóval mindenféle... A másik egyébként, a, a líri az egy hihetetlen éleselméjű egészségügyi statisztikus, tehát hogy nem, hogy szokták ezt mondani, nem szarral gurítanak ők amúgy, és neki volt még talán tavaly egy ilyen fölvetés, hogy össze kéne már hasonlítani a tudományos kutatásoknál van egy absztrakt, amikor összefoglalják vagy leírják, hogy miről van szó, és hogy nagyon sokszor ez köszönő viszonyban nincs magával a, a, a tényel, amit utána kutatásként leírnak. Tehát az absztraktban megállapít valamit, amit nem igazol maga a kutatás. És ez általában a, a kutatások, úgy szokták listázni, hogy az absztraktokat emelik ki. Nyilván azt tartják egy ilyen összefoglalónak, és nagyon sokan úgy hivatkoznak, hogy csak az absztraktból hivatkoznak valamire, de meg se nézik, hogy tulajdonképpen mi van mögötte. Na most ők egy baromi nagy munkára vállalkoztak azzal, hogy összehasonlítják az absztraktokat a, a tényekkel, és megnézik, hogy hogy torzulnak ezek a, a tényekhez képest Szóval innen is minden elismerésem az övék, mert erre még senki nem vállalkozott gyakorlatilag. Hát arra legyünk majd kíváncsiak, hogy mi lesz akkor, hogyha meglátjuk az eredményeket, és mit fog kiváltani. Engem nem az érdeke, hogy mit látok, mert Polóza neve azért enged arra következtetni, hogy nem lesz rossz, de de hogy az mit fog kiváltani azokból, akiknek nem fog tetszeni az, amit látnak, az lesz inkább számomra az érdekes. Mint ami ugyanennyire érdekes egyébként, ami Ausztráliában zajlik. Ha, 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 Igen. Ha. Nem tudom, hogy ők behúzták a kéziféket, vagy jobb létre szenderült az, aki hülyeséget beszélt, vagy esetleg tényleg valaki valamit belátott. Vannak még benne fura pontok számomra, de mindjárt kivesézzük. Mert hogy szeptember 30-át írunk, kettő nap múlva Ausztráliában a 18 év felettiek vény nélkül vásárolhatnak maximum 20 mg per milliliter, vagy annál alacsonyabb koncentrációjú. Hmm vépeszközöket a résztvevő gyógyszertárakból, ahol az államok és a területi törvények ezt lehetővé teszik, jelentette ma be az Ausztrál Egészségügyi és Idős Gondozási Minisztérium. Vannak fenntartásaim azért, mikor ilyeneket olvasok, hogy már ott behúzott el egy vény nélkül, ott, ott, ott már valami nagyon nem tetszett. Nálunk is próbálkoztak ilyen nem more, a baj lett. Így van. De hogy patikába ilyeneket? Likvidet. Hogy vagy, <laughs> vagy, vagy, vagy mi? Vagy német vagy? Vagy mi van? Vásárlát, vásárlás, előtt konzultálniuk kell a gyógyszerészsel. Hú, azt aztán az nagyon fogja érdekelni. A konzultáció így fog kinézni. <laughs> a termék és az adagolás megbeszélése naponta háromszor egyet, így írja rá a dobozra, már látom. Hallom a fülemben, ahogy a tol karistola az elikvides dobozon. A dohányzás abba hagyására és per vagy a nikotin függőség kezelésére szolgáló egyéb lehetőségek megvitatása. Ö, kedves Fifika, használj már tapaszt, mert annak sokkal rosszabb a leszokási Igen. rátája, de el kell, hogy mondjam, hogy használj tapaszt személyazonosító igazolvány biztosítása csak az életkor igazolása céljából. Én láttam már olyan mémeket, mikor ugyanezt mondják az amerikai kocsmában, és a csávó így leveszi a sapkáját, és mutatja a kopasz fejét, és mondja neked csávó, hogy oké, okay, köszönöm. Tehát, hogy szürreális, <szerző> hogy bemegyek a patikába likvidér, de még ö, mindig nem látom, hogy ott mit fognak árulni ebből, nem derül ki számomra, hogy ö, lesz majd egy nagy likvid engedélyező és ellenőrző hatóság, és ha majd valaki engedélyezteti a likvidjét, az akkor bekerül az összes gyógyszertárnak a polcára, vagy úgy lesz, mint nálunk a trafikokban, hogy tudod, hogy melyik trafikba kiszállít és oda fogsz menni, vagy náluk is a fantasztikus ízesítetlen likvidek lesznek? Hát ugye Ausztrália azért már egy éve receptre árulja a likvidet. Tehát, hogy uh, itt. itt uh, báljá, ugye ez most Igen, úgy, csak ez most úgy van, hogy 18 év feletti recept nélkül, és akkor jön a többi rész, azt még nem olvastam föl, hogy. hogy egy hónap alatt csak egy havi készlet. Döntsd el, hogy most ez az én készletem, vagy a tiéd. Tehát, hogy. Nem tudjuk. Tehát kinek ö, mi a. Egyébként én kerestem, hogy hogy van-e az ausztráloknak erre bármilyen uh, utasításuk, hogy, hogy XY mennyi likvidet vált, tehát hogy mennyi a havi, mennyi az annyi, érted? Igen, igen. Illetve annyi van, hogy 18 éven aluliaknak receptre van továbbra is szükségük, hogy hozzáférhessenek a napi betevő párájukhoz, uh, ahol a területi törvények ezt lehetővé teszik, hogy megfelelő orvosi tanácssal és felügyelettel legyenek ellátva. És azt is mondta, ez is fura egyébként, hogy hát itt nincsen TPD 2.0, anyátokba elmentek. Tehát, hogy ez nem az van, hogy 20 mg per milliliternél nem lesz erősebb, hanem hogy ha 20-ig veszel valamit, bemész, olyan öreg vagy, mint a mátra, megkapod ha neked 22-es, vagy 24-es, vagy 36-os kell, bemész, lecsapod a receptet az asztalra, és megkapod. Tehát, hogy igazából ez egy ilyen baromi erős visszalépésnek tűnik neked. Nem is visszalépésnek, hanem meghátrálásnak az eredeti kiindulási terveikhez képest. Meglátjuk, hogy mi lesz belőle, én ezt életképtelennek tartom ezt a modellt egyébként. Hát a, tehát a meglévő törvényükhöz képest mindenféleképpen egyfajta könnyítés. Azt így a lelki szemeim előtt már ott van, hogy az asszony nevére is kérek likvidet. Töltse le a felőből az asszony likvidjét is. Érted? Tehát, hogy kett, mi, mindjárt kettőt viszünk. A, ah, a, ah, a, ah, figyelj! Liquid turizmus, mikor azt mondod a lányodnak, hogy jelentkezzé vissza apád ingatlanjába, mert szükségem van a likvid adagodra. Igen, igen, ez a fejadag megosztás. Egyrészt, másrészt pedig, most ez hogy lesz, te bemész, igazolod magad, kiadják a likvidet, és ha két sarokka arrébb bemész egy másik patikába, ott is ki fognak szolgálni? Hát szerintem fel, Nem tudom, nem ismerem a... Ráírják, hogy 30-án vettél 10 millilitert, és akkor azt a, mit tudom és a havi kvótádból azt minuszolják, nem tudom. És ha leállás akkor akkor meg behörcsögözhetsz magadnak 5-6 literrel. De még mindig nem tudom, tehát hogy... Az lesz, szerintem az lesz egyébként, megveszed a, az ízesítetlen szart, és aztán otthon meg azt döntesz vele, amit nem szégyelsz. Nem tudom, érdekes élethelyzeteket fog teremteni Ausztrália, az teljesen biztos ekkora hülyeséget szerintem senki nem csinált, mint ők. Amúgy meg Ausztrália ilyen szempontból azt a jövőt vetíti elénk, ami nálunk lett volna, hogyha nem küzdünk annak idején, hogy ne gyógyszertári termék legyen a, a likvid. Igen. Szóval az ilyen érdekes. Most írt rám az egyik kollégám, hogy kéne neki a, az Orb, akart venni Orbán Viktor mellszobrot, mert megyünk szétlőni egy pár Blade keretet, és 2500 ért árulják a Marketplace-en, de mondom, papító, hát nekünk van ilyen estél, fájlunk úgy, hogy majd kinyomtatok egy párat. A de történt. neked meg, meg, van még, mert a, a már csak a, a lópoli van fönt. Hát ah, nem tudom én abból reverse engineering-el visszamodellezem. Visszamodellezem. <laughs> nem, van ott a magyar csoportban, majd bedobom, akkor az egy százalék, hogy a tinkerkedem, vagy bárhol másról fönn van még azért ez a ez az örök klasszikus. Azt adunk neki a sörétesse, hadd szóljon. Ennyi körülbelül, ennyi. Ami így a, az ausztrál helyzettel kapcsolatban eszembe jutott, nem tudom, hogy hogy nem Azért nem vagyok nagyon képbe velük, mert hogy én nem terveztem, hogy Ausztráliába közeljövőben elutaznék, és ezért likvidet kéne ott vennem. Lehet úgy járnék, mint Christian Indiában, de a franc se tudja. Nincs a listámon a Ausztrália. Nekem az nem. élővilág miatt nincs a listámon. Tehát a pók, a, a krokodilus meg a cápa, az nálam erősen visszatartó tényező. Nincs olyan édes ö, koala, mackó és kenguru, ami ezeket ellentételezné nálam. Kérdezte Gabi, hogy hogy járt Krisztián Indiában? Hát Krisztián úgy járt Indiában, hogy azt hiszem kifele menet elkobozták a likvidjét, mert a palack az nagyobb volt, mint 100 milli, és úgy érkezett meg Indiába, hogy nem volt likvidje. Ezért semmi ezért megvette a, az ottani magas minőségű e amit még egyszer le akart velünk teszteltetni, de valahogy, valahogy ez, vagy hála Istennek, Istennek szerintem elmaradt az indiai likvid. Látod, Indiában például van értelme az ízesítés nélküli likvidnek, mert ott olyan smog van, öcsém, hogy ott minden likvid dohányízű. Érted? A smog miatt. Minden likvid kipufogó ízű inkább úgy kipufogó ízű. Úgy elnyeri értelmét az ólom ízű likvid. Tehát, hogy tényleg. Krisztiánnak többször mondtuk, hogy törölje le a kameráját, és mondta, hogy de le van törölve, tehát hogy ő, ő úgy fényképez. Ja. Gabi írja, hogy smog mekkora ö, brand lenne. Hát igen, van már smog, de a smognak legalább értelme is van. De Ausztrálián kívül még azért az egy érdekes kérdés, hogy savanyú-e a Liquid Charlie? Hűha, itt nagy kanyar van. Na, beszéljünk a kocsmában akkor a savanyú likvidről. Képzeld el, Ma egy Facebook csoportos bejegyzést nézegettem, és valaki bekérdezett a csoportba, hogy melyik a legsavanyúbb likvid, és nem kapott rá választ. És nekem eszembe jutott, hogy bakker, én ezzel a kérdéssel hivatalból foglalkoztam. Tehát, hogy ez volt a az egyik forgalmazónak a kérése annó, hogy csináljunk savanyú likvidet. És hát ilyen három nap után jöttem rá arra, nem lehet csinálni savanyú likvidet. És tudod -e, hogy miért nem? Mert a savanyú íz nem tetszetős. Nem tudom. Mert köhögtet. Köhögtet. Tehát, hogy ebben, ebben abszolút igazad van. Ö, van háromféle ilyen... ilyen... Állj meg, ö... állj meg. már Igen? savanyú íz. Most nincs a fejemben savanyú íz. Hát például citrom. Hát volt azért citromos likvidünk. Igen, csak annak nem, nem, nem volt nem az, az volt a... a so... Nem az volt a jegye. Tehát, hogy a citrom illat megvan, a, a citromhéjnak a keserűsége megvan, de a savanyúsága nincs ott. Érted? Tehát, hogy az a fajta, tudod, ez a szádba összefut a nyál, mert savanyú. Ezek a, ezek a direkt extra savanyú gumicukrok. Cukrok például. Igen, igen. Tehát, hogy, hogy, ezt, ezt nem, nem lehet megoldani. Van vagy háromféle ilyen gyakorlatilag sav, amivel kvázi savanyítani lehet az ízeket, de ezek egy nagyon óvatos túladagolásnál is már köhögtetnek. Egyébként abszolút uh, rendben van, tehát én a savanyú káposztától, amikor dínszteled és belélegzed a, azt az ecetes gőzt, hát én attól meg tudok halni konkrétan, tehát hogy iszonyúan irritálja a tüdőmet. És így vissza is írtam, hogy az olyat ne keressé, hogy savanyú íz, mert, mert a tüdőd nem, nem tudja ezt befogadni. Tehát mire a, az érzé, a, 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 szádban a savanyú íz elindítod a nyálképződést, az olyan mennyiségű ö, sav a likvidbe, amit ö, szarrá köhögöd magad, tehát hogy a szívhatatlan gyakorlatilag, ezért nincs is. Várjál, megvan a piaci rés olyan savanyú likvidet csinálni, amit nem úgy kell szívni, mint a cigarettát, hanem mint a pipát vagy a szivart. Csak a szádban így, így megjáratod, az ízlelő bimboidnak orgazmus, és aztán kifúvod. Na? Ez a tip még ingyen volt. Nem tudom, tehát ö, én próbálkoztam, ugye a likvid savanyításhoz létezik citromsav, almasav, és nem tudom mi a harmadik mindegyikkel, de, de mondom, <laughs> eszembe jutott a licerg sav, dietilamid, egy, <laughs> megoldottuk, hello! <laughs> Biztos elég savanyú lesz, de hogy, hogy, hogy ez tehát nem, 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 lehet fiziológiailag nem lehet megoldani. Egyébként ez, ez amit most mondtál, majd megnézem, hogy van-e itthon almasa van, kipróbáljam. Tehát a likviden, ha így rácsöppented a nyelvedre, érzed már, hogy savanyú, de az letüdőzve, az full köhögési rohamot okoz, szóval nem, 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 nem tudsz ilyet előállítani. És ugye a gőznek a, az ízintenzitása, meg a, a nyálkahártyádon való kicsapódása és az ízérzékelésed az sokkal gyöngébb, mint hogyha töményen uh, kóstolod a, a likvidet. Szóval nem, nem lehet. Uh, ez, ez a savanyú likvidnek az egyik kifejtése. A másik meg az, Charlie, hogy, hogy uh, hát a szlovákoknál is uh, bezárják a távértékesítést. A cseheknél is bezárják a távértékesítést. És szóval, hogy így, tudod, ez a, amitről mi beszéltünk, hogy előbb-utóbb már csak az lesz, hogy, hogy átballaksz személyesen a, határon, és úgy vásárolsz be, Sajnos, úgyhogy ez a, a, savanyú, a likvid, az, az most már itt is kezd jelentkezni, a ajtók záródnak, következik a, nem tudom én, melyik megálló lesz a következő, de hogy a közösségi uh, likvid autók indítása a határon túra, az lesz a, a következő megálló. Ez csak azért jutott eszembe, mert egyrészt a, a, a Tézti vape csoportban láttam ezt a létezike savanyú likvid Ugye a másik meg az, hogy a vép az a srác, akivel beszélgettünk az a elcigi uh, találkozón. Igen. Ugye ő a, a kvázi tulajdonos, az most akciózik uh, ennek apropóján, hogy uh, Szlovákiából megszűnik uh, mindenféle távértékesítés. Mondjuk nekik előtte se volt, de most már egyáltalán. Tehát még a... A webshopot, amit ilyen kirakatnak használtak, most már azt is becsukták, tehát csak helyben értékesítenek. Szóval e, figy mindenki... figyelj már, bocsánat, hogy közbevágok, most jött el az az értelme annak, amit emlékszel, hogy kérdeztem tőle, hogy mennyire látszott az értékesítésben a magyar tiltás. És most visszatérhetünk arra, hogy fél év múlva vagy. Na, és mennyire látszik a szlovák tiltás? Hello! Hello! Hát lehet, hogy itt talán két adás múlva érdemes lenne behívni uh, egy beszélgetésre, egy újabb beszélgetésre, vagy nekünk kimenni már végre. Uh, most nagy kedvezmények vannak egyébként is, hát ha uh, találnánk val valamit, ami a kényes ízlésünknek megfelel. Menni kéne szerintem, mert ugye beszéltünk erősült, akkor lehet, hogy ott tudnánk beszélni erről, hogy, hogy mi a kotta terakotta. Kíváncsi leszek rá. Én nem terveztem egyébként sose onnan rendelni, hogy, hogy, milyen, amikor megérkezik. Én jobban preferálnám ezt a kimegyünk, akkor kicsit nézelődünk, aztán majd ha hazajöttünk, átbeszéljük, Persze. Hogy hogy lenne egyébként fantázia benne részemről, mert pont gondolkoztam, hogy mit kéne vinni az útra, mert, mert nem akarok nagyot vinni. Kicsiből meg nincsen most értékelhető kazánom. Az a nagy bajom. És, és megnéztem, hogy tehát nem akarok túlozni, de a repülő út az utunk fele, és onnan még autóval még ugyanannyi megőrülsz, hogy két órát ülni a mikrobuszba. Tehát az első mondat, amit te is tanulj meg szépen, kerest ki, ki, hogy lehet az autóban vépelni? Mert hogy ez lesz a legfontosabb. Tehát, hogy én biztos engem nem érdekes semmi újságírót. Én letekerem, kinyitom, kihúzom, fújni fogom, letolom, hogy mi a véleményük természetesen, miután megkérdeztem a sofőrt. Vagy beleszívok, kifújom, ugye nem baj. Nem tudom. Nem tudom, nem tudom. Ja. Ne, azt úgy kell csinálni, szereted a málna illatát? Várja, várja, nem meg szeretném kérdezni, hogy te vajon azok azon táborát erősíted -e az embereknek azt az elenyésző tábort, amelyiknek nem ízlik. És onnan már ciki azt mondani, hogy igen, igen, én olyan vagyok. Reméljük. Vagy majd akkor utána azt mondom, jó, akkor majd fifik a szívja dohányosat, te nyomorult. Ennyi. <gül> <gül> Viszek valami lápszagút. Kérlekne. <laughs> kérlek ne, kérlek ne. Na de, mielőtt azt mondanám, hogy hello Nokia, Jaj, te tudod-e, hogy mire gondoltam? Mire gondolt a költő? Esküszöm. Igen, nem. Hello Nokia. Valamit megingyártanak? Nem, épp az, hogy nem. Valamit hát, megint hogy nem. Vége, nem van gyártanak. A, vége van a, a Nokia-nak. Hát a Nokia uh, évtizedek előtt vége volt. Igen. Már, de. Igen, de hát azért lássuk be, Charlie, hogy a, a világon a legtöbbet eladott telefon a Nokia. 33.10. Tehát, hogy 33.10. Tehát, hogy... Na, tehát kivívták maguknak azt a... hogy mondjam, tehát a, a távol, meg a közel-keleten a mai napig, a tele, még az, még az iPhone-odra is azt mondják, hogy Nokia, mert hogy a telefonnak ez lett a szinonimája. És, és hogy ez a cég gyakorlatilag most fog a szemünk láttára, ugye a HMD birtokolta a Nokia jogait, és még birtokolja talán két évig, de a HMD már az összes telefont kilistázta a piacról, ami Nokia néven jelent meg, most már saját brand alá tette ezeket a telefonokat, és és hogy itt, itt van vége a nokia mint telefonnak, és ez engem egy kicsit elszomorít, tehát hogy nyilván ez inkább ilyen nosztalgia részemről. Nem tudom, neked van -e egyébként Nokiás nosztalgiád, Charlie? Ö, de, 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 megmondom, nekem olyan nosztalgiám van, amit a kicsit a mai napig sajnálok, hogy nekem volt a, a Blackberry, két Blackberry között volt egy ideig 92.00-as kommunikátorom. Ó, és nagyon menci volt. Igen, és aztán én azt okosan használtam, illetve nem használtam, és, és egyszer csak jött valami értesítés a vállalatirányítási rendszerbe, hogy hát nyilatkozzak, majd meg akarom venni, vagy nem akarom megvenni, ahol mondom, nézzük meg, mennyibe kerül. Ezer forint. Ezer forint. <t> mondtam, hogy nem, még egy lom nem kell a lakásba, és az egyik kollégámnak mondom, hogy figyelj már, kell egy ilyen kommuniká... Hű, ú, persze, nem mondom, nem ingyen, ezer forint a mindenféleképpen üs le, úgyhogy azt neki odattam, vagy megvettük. Hát én a 6310-est nagyon sajnálom, az egy kurva jó széria volt, a, tudod, akkor még ez volt az üzleti telefon. Hát én azt imádtam, azt a kék kijelzőjét, azt azon ment a sznék, nem akadt. Lehetett rajta vapozni, és bőven lefette az igényeimet ez. Tehát a telefon, az SMS és a hírüzenetek olvasása, ennyi volt a kommunikáció az éterrel, És azt talán tudott HSDPA, tehát nem... Ott össze lehetett fűzni a csomagokat, és a központban általában összefűztük a csomagokat, és, és nem kilobitekkel rohangászott, hanem lehet, hogy volt az 3-4-500 kilobit is, amivel le tudtunk tölteni. Vigyázz, vigyázz. Ó, te! Azért ott voltak tempókapám. Um, sok, ugye nekünk mindig cserégették ezeket a szarokat. Úgyhogy én sokat jártam be egyébként a Nokiába is, még a Nádor utca, vagy nem is tudom, nem Nádor utca, valahol ott a kilencben. Ott a két körút között. Ott dolgozott a haverom, sokat jártam hozzájuk, úgyhogy ilyen szempontból kellemes emlékek jöttek föl, de, de tehát, hogy az a cég, ami nem akar, meg nem tud, meg nem is szeretne haladni a korral, az, az, lehet, hogy így magára húzza a földet, és ők erőteljesen két kézzel húzták magukra a földet, mikor azt mondták, hogy a telefon, meg a nyomó gombok, és az... Hát nem. Hát nem. Sajnálom a mai napig egyébként, de a Blackberry-t jobban sajnálom náluk. Igen. Igen, a Black Blackberry az nekem is nagy kedvencem volt, meg van is. Épp valamelyik nap töltöttem újra föl, mert tudod így föltöltöm, kikapcsolom, azt hagyom a cellát így magától merülni. Mindig mm. uh... Nokia-nál voltak ezek, mostanában láttam ezeket a mémeket, tudod, hogy kiérezheti fölösleg, fölöslegesebbnek magát, mint mit tudom is én, a úszó versenyen a medence szélén az úszómester, és akkor erre valaki így szó és idézet nélkül bedobott egy Nokia 3310-es bőrtokot. Tehát, hogy arra a telefonra tok, hát a tok törik össze, bazd meg, nem a telefon. Óriási. Óriási. Úgyhogy hát jó. Ja. Nekünk még ugye a, a a Nokia után a blackberry az tehát nekünk az volt a korporét telefon, tehát a vezetői telefon, az mindenféleképpen a titkosítás és a kommunikáció miatt, meg a saját beszerver miatt nekünk nekünk az kellett minden minden adott szint fölött dolgozónak használni, amikor az volt, hogy prompt e-mailezni kell, és sose akarták elhinni emberek, hogy én arról iszonyat leveleket töltöttem le föl, 8-10 mailboxon be volt rá szinkronizálva, Hóvégé, számla számlaegyenleg, és ott volt, hogy 112 meg a forgalom. E-mail, telefonon, <laughs> és ennyi forgalmat, mert ott iszonyatosan ö, ö, jól meg volt írva egyébként a, a tömörítés algoritmus. Hát kimondottan, ki, kimondottan, céges architektúrára volt kitalálva, ott mindent bekapcsolta a telefont, már ott volt a céges névjegyzék, te kit hívhatsz, téged kihívhat, stb. Szóval. Én amit nagyon az szerettem egy... benne, hogy annak, ö, annak real push értesítései voltak. Így van. Tehát nem akkor az esetben, van. hogy öt percenként szinkronizálok, és vajon 40 levél, hanem amikor én azt megkaptam, amikor a, a, az exchange szervertől a best szerver elvitte, abban a pillanatban jelzett. Kész. Tehát itt nem volt ilyen mese, hogy ó, oh, nem olvastam, mert nem jött még, meg á, ah, most jött meg, nem. Az abban pillanatban megjön gyerekek. Nem tudják a fiatalok, iPhone, meg Android, ah, az, oh. az. Na mindegy, Na, nagyon szóval elmentünk az elcigi Visszakanyarodva még a Nokia-ra, tehát hogy van egy-két ilyen nagyon mainstream Nokia, ami nekem hiányzik a gyűjteményemből, is volt. Tehát volt az a, tudod, ez a Nokia, amiben körbe voltak, mint a régi tárcsázón a gombok, és ilyen viszonylag nagy kijelzője volt, ilyen nagyon hülye kinézetű volt. Volt engage Charlie. Tehát az a világ, a világ leg legrosszabb telefonja, de az egyik legjobb ilyen, ilyen jávás játékgépe volt. És amit én nagyon sajnálok, hogy hogy két két rendszer uralja manapság lett. Igen, az Android. Hogy a a, a Windows az, ugye Nokiahoz részben köthető. De hogy a Windows is így, Hála így a jó kis, Istennek, tehát már a hát telefonban is lett már borzasztó. Tehát emlékszem, mikor a, a, a Gerinek a riasztós haverom ment, és hogy na telepítsük föl a riasztó központot a telefonodra. Ezt elővette a Windowsos telefonját. Azt Jaj. mondja neki a haverom, ez mi a fasz? Ennek nincs a sztóriában ilyen, hogy paradox, úgyhogy <laughs> <laughs> azóta van neki iPhone-ja, vagy android -ja éppen mikor, mi, de, hát, de ilyen volt a Huawei-nek a sztória is, meg sorolhatnánk napestig, hogy milyen, milyen működésképtelen koncepciók láttak napvilágot. Egyébként, tehát nekem nem volt soha, nem, hazudok, mert a, a Windows CS telefonom rengeteg volt, tudod, a régi Windowsos telefonok a t is annak idején volt egy csomó, főleg ez a kicsúsztatható billentyűs Kaiser, meg nem tudom én milyen uh, én abban csak a pár évre MD, mda én azokat imádtam egyébként, és és volt ismerősöm, akinek Windows, ez a csempés telefonja volt, Három éves, soha nem lassult be. Mondjuk az is igaz, hogy sok minden nem lehetett föltelepíteni rá meg a, a De végül is, tudod, ez, a, ez az egy, egy sugarú fölhasználónak tök, tök jó volt. Hát ott volt a, a levelezés, böngészés, az kész. Ennyi. Egy időben tudod, mit használtunk ilyenre? Egységsugorú felhasználó jutott eszembe. Mikor elkezdtünk asszonynal így jobbra-balra menni autóval, PDA, amin Édéát. rajta volt a nem tudom milyen navigáció. ájgó IGO, IGO. Mohabá. Ó, Istenem, tényleg az volt az egyik hang az ájgón <Sz> Mohabá, meg lehetett lehetett cigány navigáció. Arra hát, te emlékszel? Hát én azért az emlékszem a kanyarodjba a sarkon kocsog. A, hogy hittek? Ez párkó. Kanyarodjál-e, moré? <laughs> <laughs> Igen, hála Isten, nem. nem. Hát emlékszem rá, hogy volt, de nem használtam tartósan ezeket. Nem is lehet egyébként, tehát nekem is fönn volt, aztán öt perc múlva visszaállítottam mohabát, vagy nem tudom, mi volt a csaj. De a mai napig megvan a vétek 7 navigáció, amit a Gyula barátomtól kaptam és működik, és ö, rajta van a zájgó, és még ma is tudna navigálni. Úh, na, vége van a nosztalgiának. Mi az, amit láttál? Hát azért szomorú dolgokat is láttunk a héten, tehát hogy ö, én nem mennék el semmiképp amellett, hogy ö, egy fantasztikus koponya hagyott itt bennünket, Karsai Dániel személyében. Sajnos vagy hál' Istennek, tehát ezt nem Én, nem én tudjuk. már azt mondtam neki, hogy neki tényleg megváltás. Úgyhogy el nem tudjuk képzelni, milyen az, mikor az agyad 110 on van, a tested meg kettő. Tehát, hogy ez borzasztó lehet, és neki tényleg uh, könnyebb a föld, de, de én, ha ha lenne elég vér a pucámban, és mondjuk én lennék Karácsony Gergely, akkor a Fidesz pártszékház utcáját szerintem átnevezném Karsai Dániel utcára. Ezt megtenném én is, ma megnéztem a, a parlamenti uh, hát nevezzük, nevezzük kutya komédiának. Sz, hát, én szégyennek hívom. E, úgy is lehet. De hogy uh, hogy föláll egy képviselő, felszólítja a parlamentet, hogy adózanak egy perc néma csönddel Karsai Dániel emlékének. És mi, miután leült mindenki a Kövér László gyakorlatilag én, én nem tudom minek hívni. Értem én, kedik, hogy csendőrködik. Csendőrködik, vagy, vagy, vagy én nem is tudom mit csinál, de hogy hogy ez a jobban tetted volna, ha, ha hallgatsz. Tehát ez kurva nem kellett volna oda. Szerintem sem stílusában, sem... Én értem, hogy a házszabályt be kell tartani, na de emberek, hát azért álljunk már meg egy pillanatra. Szóval vannak szituációk, amikor a, 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 igen, azt írta itt az egyik Patreonunk, hogy faszkalap volt, az volt valóban. Nincs rá szebb szó. Kedves képviselőtársaim, tisztelettel arra szeretném kérni önöket, hogy álljanak fel, és egy perc néma csenddel tisztelegjünk Karsai Dániel emléke előtt. Köszönöm szépen. a következő hozzászólónak megadnám a szót, szeretném kommentálni azt, ami az előbb történt. Bedő képviselő úr pontosan tisztában van a házszabálynak azon részeivel is, amelyek arról szólnak, hogy mikor, hogyan és ki szólíthatja fel a házat a plénumot tiszteletadásra. Ezek közé sem a képviselő úr, sem egyetlen képviselő sem tartozik. Ami most történt, az egy olyan ízléstelen provokáció volt, ami felhasznált egy tragikusan, tragikusan elhunyt e, embert arra halálában, e, hogy politikai propagandát fejtsen ki egyébként a halál kultúrája mellett. Úgyhogy ezt mindazon képviselőtársaim nevében visszautasítom, akik az élet kultúrájának az oldalán szeretnének maradni. A többit meg majd a házbizottság ülésen megbeszéljük. A bajszos szar. <laughs> Még egy. Egyébként ő mondott uh hogy pártpolitikai célra felhasználják, holott, ahogy belekeverte ezt az életkultúrája, meg halálkultúrája, ott az meg a lefolyón lehúztam volna ezt a palit. Döbbenet. Na mindegy, ne így emlékezzünk ö, egyébként Dánielre, mert tényleg fantasztikus koponya volt, és ö, reméljük, hogy amit ö, ő kigondolt, azt egyszer valaki más végig viszi, mert tényleg ez így, ez így ö, nem élet. Abszolút. Jó, és hogy ö, ne legyünk öngyilkosak a végére, valami vidámabb témát, esetleg, ö, ha néztél valamit, vagy láttál valamit, akkor ne tartsd magadban pufi. Fi? Én már pufi, baszki, 84 kiló vagyok, ilyen pufi. Ja. Mindegyik ezt mondja? Mindegyik ezt mondja, Ja, aztán meg eszi a kocsonyát. Ennyi? Mindegy én kérlek szépen megnéztem az Apple TV Plus-on a George Clooney ki a másik fickó, a Magányos Farkasok vagy mi volt a címe az egy film nem tudom, de láttam a, az előzetesben valami közös képet velük, de nem, nem, nem jött be, hogy, hogy ki volt az, vagy mi volt az. Két magányos farkas, ez a a címe. Uh, hát ilyen egyszer nézhető a Brad Pitt meg a George Clooney. Brad Pitt. Tudod, ez a, ez a takarító emberek, akik csak maguk dolgoznak, uh, és uh, ők takarítják el, hogyha valahol valami történik, és egy nagyon hülye szituációba keverednek... Uh, nem rossz, tehát abszolút nézhető. Tehát ilyen tudod, nem, nem fog valószínű Oscar-jelölést kapni. De egy ilyen eszméletlen, könnyű, jópofa uh, film. Néztem tovább az utolsó befutókat, ugye ez a Slow Horses, uh, illetve a, a Rossz majom Bad Monkey, az is. Uh, zseniális, mind a két sorozat, én azt ajánlom mindenkinek. Mással nem is nagyon voltam. Az az igazság, hogy YouTube-on érdekesebb tartalmak vannak most, hogy ugye a, volt, volt egy-két szerencsétlen elszólása a múlt héten, és mindenhonnan ez, ez jött az 56-os hősök emlékének a meggyalázása, meg a, az egyéb dolgok, úgyhogy ö, rengeteg YouTube videót néztem. De te láttál é valamit. Képzeld, éppen tegnap került a látómezőmbe, és meg is néztem a Rebel Ridge-et a Netflixen, ugye, hogy mondtam, hogy le kell róla iratkozni. Egy gyenge 130 perces, ami egy helybe űz, de folyamatosan izzadsz tőle. Tehát ez egy olyan volt, a kisvárosba nem tévedő, de a kisvárosba kerülő ember, és aki a rendőrökkel ott konfrontációba kerül. az egyik főszereplő annyira ismerős volt az asszonynak, és mikor annyit kérdeztem tőle, hogy figyelj már, gyerekkorodban nem néztél Miami Vice-ot? Dehogy nem. És mondom, Don Johnson esetleg? Basz, ez tényleg a Don Johnson. Úgyhogy ő az egyik szereplő, a másik az Aaron Pierre, aki a színes bőrű főszereplőt játsza, aki... csak annyit kell róla tudni, hogy egy kisváros rendőrök pénzt lefoglalgatnak innen, onnan, amonnan, ami a törvényesség határain már egy picivel túl van, és és beleszaladnak ebbe a srácba, aztán ő oda megy, tudod, így, így karbafonval kezét így össze, mint ahogy a, a hogy hívják a száguldó erődben a Steven Seagal, ahogy megállt régen, tudod, így a Melkasonnál a kezét összefogta, és így, hogy Láttuk, hogy katona volt, de még Irakba se szolgált. Hát akkor az ilyen himi-humi semmilyen. Valami van itt a neve mellett, hogy ilyen mm, NSBT-el tököm tudja, milyen tisztként szolgált. Jó, mi az? Hát újraindítom a routert, mert nincsen net. És a csávó kimegy a főnök hozzá, és. És aztán csak azt látni bent, hogy. Mondja csak, hogy visszajött a net és rákeres a, erre, erre a titulusra, hogy mi ez, és akkor jiu-jitsu, meg mindenféle harc modoroknak az oktatója volt a, a, névinél, és azt mondja, te figyelj már, hát ezen a Wikipédia cikken ő szerepel ott, mint magyarázat, és akkor rohan ki a másik csávó, de akkor ott már, ott már elszabadul a pokol, úgyhogy úgyhogy dráma, erős, feszített tempójú film, szerintem nincsen benne öt perc nyugi és pihenés, de nem az a, nem az, az agyon rédelünk, le, lövöldözünk mindenkit, hanem az a, a cselekményben van a feszültség, meg hogy nem emelem meg a hangom, abban van a feszültség. Úgyhogy jó, jó, nekem nagyon tetszett a, a film egyébként. A másik, amit még nem tudtam megnézni, de a címe felkeltette a fantáziámat, megmozgatta a fantáziámat, felkeltette az érdeklődésemet, szintén Netflix, és nem tudtam, hogy hogy, hogy hozzák össze ezt a kettőt, hogy kokainber. Tehát mint kokain medve. Jaj, azt az szemeztem én is. És hogy aki nem láttam, hogyha cselekményével legyen képbe, úgy kezdődik a tréler, hogy a kisfiú fönn a fán, és gyere le, gyere mále, hát nem bánt téged a mackó, mert hát a, ismerik a medvét is. Csak azt nem tudják, hogy véletlen pont a, a nemzeti park fölött valakik kábítószert csempésztek kisrepülővel, aztán ott valami történt, és kidobálták. És ez a kis játékos medve... Hát egy, egy grizzly medve egyébként, tehát hogy egy 500 pound, az nem tudom mennyi hirtelen, de hogy egy grizzly medve nem kicsi. És az, hogy így megtalálja a kokaint, és játszik vele, meg még, még a szájába is kerül, az álmos könyv szerint ez nem jó. Úgyhogy így indult a cselekmény, lehet, hogy ma megnézem, hogy mit tud kihozni az állatból a kokain. Megképzeld, elkezdtem, valamiért újra nézni a Designated Survivor-t. De csak azért, mert ö, szeretem a színészgárdát benne, és megint elszomorodtam, hogy a, az egyik főszereplő az idén, az idén meghalt. Úgyhogy... Ö, ja. Annak nagyon vártam a következő évadát. Ó, az, 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 én mérhetetlenül szomorú vagyok, hogy, hogy így félbehagynak ö, sorozatokat, ö, elkaszálnak, lezáratlanul, büntetném őket az ilyenért. Rohadjatok meg, elvettétek három évadomat az életemben. Ja. Pedig milyen jó volt. És szar, semmilyen, mert ugye hát nem úgy gondolták, hogy nem lesz folytatása, úgyhogy á, azért pipa voltam. Úgyhogy körülbelül nekem, nekem ennyi volt, meg még egy párat beraktam ö, ö, sorozatban, amit ö, mondjuk megnéznék, de, de más jelentőség teljes nincs a tarsolyomban. Talán, hogyha, hogyha arról beszélünk, hogy hú, hogy hívták, hogy hívták a Li, Liv Schreibernek az a sorozata, tudod, amiben ő is ilyen mindent megoldó ember volt. Ray Donovan. Ray Donovan, azaz. Ray Donovan, igen. Igen, és most van neki egy, egy új limited series a The Perfect Couple, a Nicole kidman játszik By The Way, úgyhogy oh. úgy, ez is lehet még érdekes. Tehát TV, TV shows based on books, és ahogy nézem, ez őrületes hat epizód, tehát... Film... Megnéztem. Most, most jut eszembe, hogy az... Igen. És? Na, nézhető. Nézhető egy, kettő, három, négy, öt, hat, hát ilyen öt órányi, ja, jó, ki van fejtve akkor a cselekmény, jó, akkor lehet, mm. hogy ma ráugrok. Én is. Jaj, hey, Istenem! Jó van, van még valamid? Na, nincs. Nincs. Viszont azt azért mondjuk, hogy a jövő héten nem leszünk. Hát várjál, várjál, várjál. Várjá. Úgy nem leszünk, hogy, hogy úgy nem leszünk, hogy podcast, de de figyeljétek a TikTokot, fogunk élőzni, figyeljétek a Facebookot, ott kevesebbet, de szerintem TikTokra azért toljuk föl majd a kontenteket. Meg szeretném ugyanit jegyezni, hogy valaki kommentben írta, hogy olyan lassan nem beszél ember, mint ahogy te beszéltél az egyik videó alatt, úgyhogy utólagos engedelmeddel is szeretettel behívtam, hogy, hogy jöjjön be közénk, és próbáljon akkor értelmes témákról tükörfordításban gyorsan beszélni, értelmesen összeszedetten. Várom a reakcióját, sejtem a reakcióját, mindegy. Szóval, ja, jövő héten a TikTokra szegezzétek a tekinteteteket, és ott leszünk megtalálhatóak Ked, Szerda, Csütörtök magasságában, és kíváncsian várjuk magát a, a, az előadás sorozatot is, mert baromi sok előadás lesz azon az egy napon besűrítve, nagyon kevés kávészünettel, annál több érdekes előadás címmel, ami már a tarsojunkban van, úgyhogy lesz mit feldolgozni utána, és azt nem is sűríteni egy adásba bele, amennyi érdekességet ott így előjáróban olvastunk úgyhogy köszönjük a megértést, máshogy fogunk jönni. Pétriónoknak még lehet, hogy kicsit jobban megerőltetjük magunkat, és, és ott a, hogyha le van töltve a telefonotokra a Patreon app, akkor ott a lenszen keresztül tudunk majd kis helyzetjelentést adni nektek, hogy éppen mi a helyzet. De természetesen, mivel egy fejlesztői központban leszünk, ezért nem biztos, hogy a telefonjainkat elő lehet majd venni. Meg ott körbe kamerázgatni, hogy nézzétek itt a gyártósor, és itt ez meg az történik. Meg a következő tíz évnek a fejlesztése itt vannak az asztalon. Igen. előttünk. Át. Úgyhogy azt csak óvatosan tesszük, hogy szeressenek bennünket. Egy részemről ennyi, köszönöm szépen a figyelmet. Áldás békesség, málnás édesség, sziasztok! Egy élmény volt, sziasztok!